Szép jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Lélekközösség Peller Mariannal, vendégem pedig rendhagyó módon nem a stúdióban, hanem a világ másik végén, Mester Tamás. Szia Tamás! Szia Marian, szia-szia! Összeér a talpunk! Jaj, de jó, ez nagyon, ez mennyire cuki mondás, én ezt nem ismertem. Hát ez nagyon cuki. Ezzel azon gondolkoztam először, amikor Mexikóban voltam, hogy milyen érdekes, hogy a barátaimnak a talpa az pont ugye 180 fokban van, tehát hogy egymás hegyén hátán vagyunk. Igen, hát ez zseniális. Azt mondd meg, hogy hol vagy, nem, nyilván nem pontosan, de hogy ilyenkor te szoktál januárban picit elmenekülni, vagy melegebb éghajlatra költözöl? Én minden évben eltervezem, és szinte soha nem sikerült, és most nagyon sokat dolgoztam, meg spóroltam azon, hogy végre összejöjjön, hogy el tudjak menekülni a tél elől, és most végre összejött. Én nehezen viselem, de hát gondolom mindenki más, hogyha mondjuk hosszúra nyúlik a tél, de azt hallottam, hogy szilveszterkor nálatok majdnem tavasz volt. Konkrétan, és most is egyébként, most egy kicsit hűvösödik, de szakad az eső, tegnap csicseregtek a madarak, még napsütés is volt, úgyhogy tényleg egy kicsit felborult azért a világrendje, ami az időjárást illeti. De nálad egyébként meleg van, tehát Tájföld környékén, vagy csak ennyit lőjünk be, hogy el tudják képzelni? Ja, nem, azt elfelejtettem, igaz, azt elfelejtettem mondani. Én Indonéziában vagyok, Balin. Ú, de jó. Ubud nevű városban, és hát ez egy nagyon-nagyon csodálatos hely, szóval én most vagyok itt először, de azt hiszem, hogy még jövök, mert nagyon jól érezzük itt magunkat, szóval ilyen 30 fok van körülbelül. És mondjuk ez egy esős évszak, amikor esik az eső, az sem olyan, mint otthon, mert ugye nagyon meleg van, és simán beleugrik az ember a pocsolyákba, és teljesen más érzés itt egy záport átélni, mint otthon. Úristen, csodálatos lehet. És ez azt jelenti, hogy most akkor ott vagy hosszabb időn keresztül, onnan egyébként tudsz dolgozni, vagy most arra gyűjtöttél, hogy ne is kelljen dolgozni, hanem csak élvezd ott az életet, meg ezt az egész spirituális közeget. Hát szerettem volna nem dolgozni, tehát hogy egy kicsit pihen végre, mert most már így, nem tudom, 7 éve gyűröm az Avanova meditációs oldalt, uh-huh. És semmi másról nem szólt az életem, mint hogy dolgoztam. Aztán kijöttem, akartam egy kicsit pihenni, és aztán eszembe jutott, hogy milyen jó lenne írni egy könyvet, egy tankönyvet az Avanovához, és aztán azt csináltam megállás nélkül, azt hiszem másfél hónapon keresztül. Ami egyébként nagyon gyors, tehát akkor nagyon termékenyen és hatékonyan sikerült ezt létrehoznod, ezt a bizonyos varázsvizetet, amit itt tartok a kezemben, és ez így mókásan hangzik, hogy itt tartom a kezemben, mert hogy a hallgatók még nem tudják, hogy ez egy füzet, könyv lényegében, mert hogy a telefonomat tartom a kezemben, és ott látom én ezt a bizonyos füzetet. Igen, mert ez egy ilyen interaktív meditációs tankönyv. Bocsánat, hogy a közben baglyok szólnak a háttérben. Imádom, érted, hogy burukkolnak a nem tudom mik a háttérben. Annyira jó hangulata van. Tudod, és így eljátszatnád emberekkel, mert azt hazudod, hogy Balin vagy. És valójában hűsz egy sarokban. Na jó, bocsánat, szóval visszatérve. Szóval igen, szóval ez egy digitális könyv, egy olyan PDF, amiben bele tudod írni a jegyzeteidet, hogyha ráklikkelsz egy mondjuk egy videóra, akkor feljön az Avanova oldal, amit tagsággal lehet látni. Szóval, hogy ez egy elég ilyen interaktív dolog, rengeteg ilyen izgalmas feladat van benne. Még ne is menj bele, várj. Azért nem menj bele rögtön, mert végig fogjuk venni a feladatokat, meg a 12 hetes igen. programot. Csak először igen. még... Talán, ha vannak olyan hallgatók, akik nincsenek tisztában azzal, hogy mi is ez az Avanova oldal, hogy neked ez hogy jött, hogy mi az, hogy meditáció és meditációs oldal, hogy ez az életedbe hogy került, erről egy picit azért mesélj, hogy képbe tegyük a hallgatóinkat. Jogos. Hát igazából azért írtam most egy meditációs könyvet, mert ez az a téma, ami engem a leginkább foglalkoztat, hát a zene mellett, és néha fölül is írja a zenét, a popzenélést, a rockzenélést, mind a kettő. Kicsit furcsa tudom tőlem, vagy egy zenésztől, hogy egyszer csak elfordul a spiritualitás irányába, mondjuk nekem ez mindig benne volt az életemben, de csak én azt gondolom, az emberek. Aha, én azt gondoltam erről mindig, hogy mind a kettő egyfajta ilyen szabadságkeresés, és sokáig hittem abban, hogy egy rock színpadon állni és üvölteni bele a mikrofonba, az a szabadság egyik ilyen top, egy ilyen csúcs, mi ez tapasztalása? Hát de tényleg már az. Magyarul, nem is kell. Csak ha gondolod, folytasd angolul. Szóval, hogy egy ilyen csúcs tapasztalás az, amikor az ember egy rock színpadon áll, de van egy, ami ezt felülírta nálam, az, amikor
sikerül elmélyülten meditálni. Az egy olyan elképesztő szabadságélmény, amikor nekem először sikerült, egyébként erről már beszéltünk veled egy hosszabbat egy másik műsorban, és azt hiszem, hogy ott is mondtam neked ezt, hogy az nekem egy annyira fontos pillanat volt az életemben, amikor végre először sikerült meditálnom, mert sokáig azt hittem, hogy én már meditálok, de az csak egy ilyen relaxált, nyugodt állapot volt, amit ha még valaki nem élte át az igazi meditatív állapotot, akkor könnyen összekeverhet, hiszen nem tudja, hogy mit keres. Igen. De amikor először sikerült, az egy olyan revelációs élmény volt nekem, ilyen katartikus, hogy azt mondtam, hogy fú, na ez még jobb, mint rockszínpadon állni. Mondd el, hogy milyen érzés? Egyetlen leírható ez az érzés, Tamás. Azért nehéz, mert ott már nem annyira működnek a szavak. Tehát olyan dolgok történnek veled abban az állapotban, ahol a nyelv nem igazán játszik szerepet, hiszen pont úgy jön létre, hogy elengedik gondolataidat. És a gondolatok elengedésével persze az a rész is az agyban, amelyik a nyelvért felelős, az is lecsendesedik, és inkább egy állapotban, egy élményben, egy tapasztalásban vagy benne, anélkül, hogy ezt értelmezni akarnád. És ez túlmutat az individumon, túlmutat az elmetevékenységen. Tehát egy mondatban kell megfogalmazom, a meditatív állapot az az, amikor teljesen tudatos vagy, éber, és közben mégsem gondolkozol. Ez fantasztikus lehet. Én azt hiszem, hogy Popper Pétertől olvastam ezt, hogy pont, tehát ő leszólta a 20 perces meditációkat, ő azt mondta, hogy az nem meditáció, maximum relaxáció tud lenni, tehát 20 perc kevés szerinte egy igazán mély meditációhoz, és hogy nem a gondolat, tehát hogy pont ez a lényeg, hogy nem irányítjuk a gondolatainkat, nincs olyan, hogy irányított meditáció, hanem a meditáció az, amikor üressé válik tényleg az ember. És akkor olyan, mintha bele tudna cseppenteni a mindenség, vagy a teremtő, vagy a mindenható egy gondolatot, egy valamit, és akkor belelátsz a mindenbe. De ezt én is csak ilyen bután tudom megfogalmazni, mert nekem is csak egy ilyen pillanatnyi élményem volt eddig sajnos, de neked már azóta több is, ugye? Tehát te már többször átélted ezt. Én ezzel az idézettel, vagy ezzel a kis pár mondattal egyetértek egészen addig, hogy a vezetett meditációra addig van talán szükség, amíg az ember, tehát ajtókat tudunk mutatni, ami ugyanabba a meditatív állapotba vezet, és ott már belül valóban nem történik semmi, ott már nincsen szükség vezetőre, nincsen szükség vezetett meditációra. Mondhatnánk azt, hogy közvetlen vonalad lesz az Istenhez. Igen. És ott már ott valóban eltűnik az idő, tehát lényegtelen az, hogy 20 percet, vagy egy órát, vagy egy fél napot meditálsz. De addig, amíg eljutunk ebbe az állapotba, addig szerintem fontos belevonni az elmét a játékba, és gyakorolni egészen addig, amíg az ember legalább az egyik ajtót felismerje, amíg lenyomja a kilincset. Erre való a tanár, semmi másra. Utána már te szabadon, hát hogy is mondjam, élményben vagy. Az egyébként kétségtelen, hogy te is gondolom tapasztalod meg a saját Avanova oldaladon keresztül is, nem? Hogy egyre többen próbálnak és keresnek valamilyen kapaszkodót találni, az Avanova is ilyen gyakorlatilag, tehát ott te megmutatod, vagy vezeted, vagy megfogod a kezét, és rámutatsz az ajtóra, hogy nézd, ezen kéne átmenni. Nagyjából így tudjuk, vagy tudnám én leírni a te tevékenységedet itt ezen a felületen. Amikor, tehát te ezt tudod, a meditációval egy olyan erő birtokába kerülhetsz, amelyikkel így könnyedén emelkedsz fel a stressz helyzeteken, a mindennapok kihívásain. De ennél ez sokkal messzebbre vezet, tehát sokan az Avanovában a visszajelzésekből tudom, hogy olyan élményekben, olyan tapasztalásokban van részük, amelyeket mondjuk úgy hívhatunk, hogy szatori élmény, amikor az ember így bepillantást nyer abba mondjuk a megvilágosodott tudatállapotba. Ez nem jelenti azt, hogy az ember hirtelen ott meg is világosodik abban a pillanatban, én sem gondolom magamról. Lenne, nem? Tehát, hogy kész, meg vagyok, megvilágosodott, na, viszlát, és ennyi volt. Igen. Igen, igen, tehát, hogy de bepillantást nyelsz ebbe a furcsa tudatállapotba, ami azért furcsa, mert nem nagyon tanítják ezt az iskolákban. Tudod, azt gondoljuk, hogy van ez az alapállapotok, az ébrenlét, az alvás, az álmodás, és van ez a negyedik állapot, amikor tényleg teljesen éber vagy, tudatos vagy, és közben mégsem zavar az elmédnek a zaja, ez a mentális zaj, ami folyamatosan magától, automatikusan pörög. És ha valaki ezt még soha nem élte át, akkor nem is nagyon
tudja, hogy miről beszélek, azt gondolja, hogy ez valami spirituális hablaty. Igen. És hogyha először sikerül, akkor pedig egyszerűen kinyílik egy világ. Hogy kiderül, hogy nem függsz attól, hogy gondolkozol-e. Tehát a létezésed attól nem áll meg, hogy a gondolataidat meg tudod állítani. Szóval ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, és ebbe így bele lehet látni, meg lehet érezni, és nem kell hozzá mondjuk hívőnek lenni. Na, tehát teljesen mindegy, hogy Tamás, te gondolatolvasó vagy? Mert hogy ezt akartam kérdezni. Csak egyszerre pörög a fejében. Konkrétan ezt akartam kérdezni, hogy kell ebben hinni ahhoz, hogy ez működőképes legyen, de akkor ezt mondod, nem is kell hívőnek lenni. Abszolút nem. Tehát a mindenki a saját hitrendszere szerint, vagy hogyha ateista vagy, akkor is tökéletesen a saját erőszerszámaidat tudod feltérképezni, a saját lényedet tudod jobban megismerni, és a végeredmény az egyfajta önazonosság, amiben produktívabb leszel, kreatívabb leszel, felfedezed a rejtett képességeidet, és hogyha ezt nem egy külső erőnek tudod be, mondjuk, hogy homlokon csókol a múzsa, vagy egy isteni sugallat, hanem csak a saját erődnek tudod, mert azzal sincsen semmi baj. Amit kapsz ettől az egész, hogy mondjam, mondjuk tanfolyamtól, az az, hogy ki tudod szélesíteni a világlátásodat, és megtapasztalod a vizualizáció erejét, a tested lehetőségeit, és akkor ami a legfontosabb, hogy egyensúlyba hozod magad, és így és emiatt újra tudod rajzolni az egész életedet. És ez a te hitrendszerettől teljesen független. Van valami oka annak, hogy ez éppen 12 hét? Úgy van beosztva, tehát ilyen, én egy dologban tévedtem, amikor létrehoztam az Avanovát, én azt gondoltam, hogy a meditációhoz nem kell semmilyen struktúra. És hogy mindenki szabadon meditáljon akkor, amikor éppen kedve van, és ezt nagyon sokan szóvá tették nekem, hogy ők ezt hiányolják, hogy legyen valami rendszer. És akkor döbbentem rá, hogy lehet, hogy igazuk van abban, hogy az elmét legalábbis a tanfolyam elején, vagy a spirituális útnak az elején érdemes bevonni a játékba, amíg meggyőzzük arról, hogy ha ő kikapcsolja magát, és ennek ellenére a lény az ember életben marad, akkor ez számára is jó, és ki tudja, tehát, hogy az elmédet is tudod pallérozni, hogyha egyszer sikerült kikapcsolnod. Ez egy ilyen furcsa paradox. Igen, picit ellentmondásos, de zseniális. És akkor jutott eszembe, hogy jó, akkor csináljuk azt, hogy minden hétre tegyünk egy-egy, meg minden napra, 12 héten keresztül egy-egy fontos feladatot, de ne csináljuk úgy, mint az iskolában, amikor én nagyon nem szerettem a házi feladatokat, meg a rendszert, hanem csináljuk nagyon játékosan és könnyedén, és annak ellenére, hogy mondjuk, tehát úgy kezdődik, hogy hétfőn a lélegzéssel, a lélegzés figyelésével foglalkozunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos ősi módszer, mert fura módon, amikor az ember a lélegzését figyeli, akkor ugyanebben az időben nem képes arra, hogy másra gondoljon. Nagyon tetszik, nagyon-nagyon tetszik, hogy az alappal kezdett, hogy tényleg a légzés ereje gyakorlatilag az, ami az első hetet meghatározza, mint feladat. Innen fogjuk már is folytatni pillanatokon belül a beszélgetést, és végigveszük a 12 hetet. Lélekközösség Peller Mariannal, itt a 95.8 Sláger FM-en. Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, a vonal túlsó végén és a világ másik végén, Balin, Mester Tamás, Édes Tamás, onnan folytatjuk akkor, hogy ugye a légzés ereje ez az első hét, és az alap, tehát hogy tényleg az alappal kezded ezt a bizonyos tanfolyamot, vagy könyvet. Mi ez tanfolyam? Minek nevezette ezt? Hát mondjuk interaktív meditációs tanfolyam, ez egy több mint 200 oldalas könyv. Így van. Tehát különböző új struktúrákat mutatunk be benne, a lélegzés figyelés az csak az egyik, amit mindig hétfőre tettünk, hogy könnyen kezdődjön a hét. Másnap vezetett meditációk vannak, az mindig más téma, relaxáció, stresszoldás, álmatlanság, ki vagyok én, szabadság. Az ego, szabadság, igen. És ebből van mondjuk 13 fejezet. Utána csináltunk egy olyat, hogy reggeli meditatív rajzolgatás, ez mondjuk azt hiszem a szerdai nap, az órarendben. És ilyenkor semmi más nem történik, mint hogy az ember vásárol magának festékkészletet, vagy zsírkrétát, vagy színes ceruzákat,
és anélkül, hogy művészetet próbálna belevinni a festészetébe, csak egyszerűen hagyja, hogy a keze mozogjon, és ez egy automatikusan egy meditatív állapotba teszi. Igen. Ez, amit, sokszor, amikor az ember telefonáltod, és ott van egy jegyzetfüzet, és így elkezdesz így csak ilyen irka-firka, és elkezdesz így rajzolgatni, és a végén egy lehet, hogy valami krix-krax jön ki, de ez olyan szinten le tudja csendesíteni az elmét, hogy ezt betettük egy nagyon fontos pont, ez a meditatív rajzolgatás. És ha megnézed a Facebook csoportunkat, olyan elképesztő művek születnek. Bizony. Tényleg ez egy nagyon klassz feladat. Én is most, gyakorlatilag én is végigcsinálom ezt a tanfolyamot, tehát nemrég kezdtük el, még senki nincs lemaradva, hogyha be akar kapcsolódni, és azt csináljuk, hogy mondjuk csütörtökön, azt hiszem az a csütörtöki feladat, hogy reggeli jegyzetelés. Hát nekem ez az egyik kedvenc feladatom. Ma reggel is írtam például a pénzzel való viszonyomról, és csak ami így kifolyik a kezemből, tudod, így gyorsan hibákkal, nyelvtani hibákkal, bár nagyon fontos, hogy az ember cenzúrázatlanul írja. Persze. És gyorsan. És olyan furcsa dolgokat mozdít meg bennem, és ahogy így a visszajelzéseket így hallgatom, megnézem, mindenkiben ilyen furcsa, olyan dolgok jönnek elő, amire nem is számítanál, ha tudatalatti hirtelen a jobb kezed, vagy a bal kezed, de egyszerűen kiírod magadból. És aztán van olyan feladat, hogy flow meditáció, az egy teljesen új része a tanfolyamnak, amikor hát én azt gondolom, hogy nem táncolunk eleget, tudod? Mert a tánc az az élet ünneplése, és erről valahogy így amikor felnövünk, akkor erről megfeledkezünk, és tudod, ahhoz, ezt a... Tudod, igen, mondd csak. Annyit akarok hozzáfűzni, hogy ezt megerősítsem, hogy nagyon sokszor érzem azt, főleg az utóbbi időben, hogy olyan jó lesne csak egy kicsit, csak úgy táncolni magamnak otthon, és akkor néha előfordul, hogy mit tudom én, a zuhanyzás előtt, készülődés közben egy picit táncolok, de hogy ez mennyire hiányzik valóban, hogy erre mennyire szükségünk lenne az egységünkhöz. Nagyon, tehát eddig zseniálisan van felépítve, azt kell, hogy mondjam, ez a tanfolyam. Mondd tovább. Mert tudod, és ráadásul ugye az is benne van az emberben, hogy azt gondolja, hogy egyrészt a tánchoz, mit tudom, van a táncművészet, meg amikor közösen táncolunk, de az eredeti funkciója az az élet ünneplése. Igen. Amikor táncolj úgy, mintha senki sem látna, típusú, tudod, mi a barátaink azt szoktunk így kitáncol hülyében versenyt csinálni, amikor nem számít, hogy ki mit gondol rólad, hanem csak a belső energiáid mozgatnak, hagyod, hogy az megnyilvánuljon, és ettől így, ahogy az Eckhart Tolle mondja, így egyszer csak elkezded érezni a belső testedet, és olyan energiák szabadulnak fel, mint ami, és így visszahozza ezt az ártatlan gyermeki önérzékelést, és azt az életörömöt, ami még kiskorunkban olyan természetes volt. És ez a flow meditáció, amihez most írtam új dalokat, fura módon a meditációs zenének a mondjuk dobos remixei, szóval ilyen nagyon izgalmas zene. és arra táncolunk, én is múltkor kipróbáltam, egy homokos tengerparton álltam egyedül, és nem zavart, hogy ki mit gondol rólam, és ez szóval egy kicsit ilyen tai chi jellegű mozgás, meg tánc egybefűzve, amikor nem tudja, energiákat mozgatnál a kezeddel. Lényeg az, hogy ne zavarjon, hogy ki mit gondol rólad, és csak add ki magadból. Erről az jut eszembe, hogy egyébként a bevezetőben, mert azt meg is hallgattam, azt az első pár perces kis videódat, elmondod, hogy te megfogadtad magadnak 17 éves korodban, hogy játszani fogod ezt az életet. Hogy nem vagy hajlandó belekövesedni. És hogy aztán persze volt egy időszak, amikor mégis belemerevettél az életbe, mert felnőttél, de mintha visszataláltál volna, és talán mondhatjuk, hogy a meditációnak köszönhető az, hogy visszataláltál ehhez a bizonyos belső gyermekhez, aki játssza az életet? Igen, szerintem ez az egyik legfontosabb feladatunk, hogy amikor észreveszünk, mert talán ez egy természetes dolog, hogy felnövünk, és inkább az a kérdés, hogy észrevesszük-e, hogy közben megváltoztunk. És hogy vissza akarunk-e találni az eredeti önmagunkhoz. És a meditáció ebben egy nagyon-nagyon nagy segítség, és egy nagyon könnyed segítség. Mint hogyha így kézen fogna, és így visszavezetne téged az eredeti önmagadhoz, az igazi önvalódhoz. És persze ennek az egyik ilyen eredménye az, hogy egy kicsit ártatlanabb leszel, derűsebb leszel, békésebb leszel, visszakapod azt az önfelett örömet, amit annak idején éreztem.
persze felnőttem én is, és megpróbáltam így tudatosan visszatalálni ahhoz, aki igazából mindig is voltam. Ami így talán még nehezebb feladat volt, de sikerülhet, tehát hogy szeretem, én szeretem a jó példát, szeretem azt, hogy te a saját életeddel, a saját életviteleddel tehát nem csak tudod, aki nem tudja, azt tanítja, és aki tudja, csinálja, hanem te most tényleg a tapasztalataidat adod át. Ugye ebben a könyvben is, a füzetben is, meg magában az oldalban is. Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy a Richard Bachnak volt egy ilyen zseniális mondata, hogy azt tanítod legjobban, amit neked kell megtanulnod. De jó! És persze ez igaz rám is, tudod, tehát amíg még aktuálisan én is érzékelem mondjuk a blokkokat magamban, és arra hirtelen meditációban kapok egy felismerést, és hirtelen mondjuk papírra vetem, vagy diktafonra mondom, akkor az még olyan friss, hogy azt mondjuk másnap visszahallgatva már én is úgy érzem, mintha nem is én mondtam volna. Az egész könyv ilyen egyébként, a varázsfüzet ilyen, hogy amikor csinálom a tanfolyamot, tök objektívan tudok hozzáállni, mint hogyha semmi közön nem lenne, nem én írtam volna. Mert te tulajdonképpen csak lejegyezted, ami rajtad keresztül lejött. Kicsit olyan, mert ebben én azt érzem, hogy ebben benne van az alázat is. Jó, csak ez amikor azt gondolja az ember, hogy a Isten furujáján csak egy lukat is olyan fellengzősen hangzik. Én egyáltalán gondolom magam gurunak, nem próbálom távol tartani magamtól ezt a szerepet, már csak azért is, mert tényleg nem gondolom magam annak, hanem csak az összes tapasztalásomat és élményemet, egyszerűen a megosztás örömedéget mondom el. Zseniális. Akkor most ugorjunk a hatodik napra, mert ugye még mindig az első héten vagyunk, és a flow meditáció, tehát a táncnál tartottunk. Ott jön a kreatív kihívások. Ez mit akar? Az egyik legizgalmasabb, és ez az, ami visszavezet igazán a gyerekkorba, amikor van, tehát a komfortzónádon kívül kell, hogy helyezkedj ahhoz, hogy ezek a kreatív kihívások hassanak rád. Én föl van sorolva minden héten különböző 5 feladat, mondjuk hirtelen eszembe jut, hogy jelentkezz egy ejtőernyős tandemugrásra. Jézusom! De ez választható feladat. De olyan is van ugyanezen ejtőernyő, mint rendezd át a szobád, vagy dobáld ki azokat a cuccaid, és ajándékozd el, amire már nincsen szükséged, és ilyen módon újulj meg. Most nem fogok tudni hirtelen többet mondani. Tanulj meg a víz tetején lebegni. Ez az egyik legzseniálisabb meditáció. És ez mind olyan feladat, ami egy picit kimozdít a saját komfortzónádból, és közben gyermekévé tesz. Tudod? Igen. Tehát, hogy hajtogass papírsárkányt, vagy tanulj meg origamizni, vagy tanulj meg 3 új mondatot egy másik nyelven. Olyan dolgok, ami az elmét egy picit így sarokba szorítja, nem ez a legjobb szó, sarokba szorítja, hanem egy új kihívással szembesülsz, és ezáltal nyered vissza a gyermeki ártatlanságodat. Ez egy nagyon érdekes feladat, és az is érdekes, hogy ki mit választ. Igen. És persze beírhat egy sajátot is, hogyha akarsz, ha egyikesen találod jó pofának, vagy egyikesen találod, vagy nem elég, tehát túl veszélyes mondjuk, mert nem akarok senkit rávenni arra, hogy tandem ugorjon, ha nem akar. Pont az utóbbi időben kezdtem el ilyen tevékenységek után nézni. Még nem mentem el táncolni, de például tökre szeretnék megtanulni társas táncolni, mert mit csinál az ember? Éli a saját életét a saját kis korlátai között. És vannak ott a majd valamikor, tudod, van egy ilyen polc, amire így fölteszed, hogy én szeretnék megtanulni tök jól, nem tudom, latin táncolni, de jó lenne kipróbálni a skydivingot. Tehát, hogy van egy pár ilyen dolog, amit úgy oda tesz az ember, jó, majd egyszer persze biztos lesz hozzá, de most nincs időm, nincs erőm, nincs kedvem, nem érek rá, jaj a gyerek. Tehát, hogy annyira elterelődik a figyelem is, és maradunk ebben a szűkös mederben, hogy én imádom, hogy ott van ez a bizonyos hatodik nap, ami gyakorlatilag nem rákényszerít, de mondjuk ad egy löketet, hogy kibillentsen a megszokott életből, és tényleg megtapasztaljuk magunkat teljesen más, hogy egy másik helyzetben. Igen, meg például az is egy fura dolog volt, amikor itt a kreatív kihívásunknak az elején arra kértem a hallgatókat, hogy mielőtt én bármit mondanék, soroljanak föl 20 dolgot, amit szívesen csinálnak, mit tudom én, táncolás, lovaglás, görkocsázás, süteménysütés, bármi. És amikor kész van a lista, akkor nézzem meg, hogy
milyen dátumokat írnak mellé, hogy mikor csinálták ezt utoljára, és hogy miért. És amikor az ember itt szembesül ezekkel a dolgokkal, hogy mi az, amitől boldog lenne az élete, és miért nem csinálja. És akkor ürügyeket találunk, hogy mert nincsen rá időm, mert dolgoznom kell, meg tudod, hogyha az ember, van is a könyvben egy ilyen, hogy szerződés önmagaddal, amikor aláírsz egy ilyen papírt arról, hogy te ezt végigcsinálod, hogy hajlandó vagy tenni magadért, akár úgy, hogy felkelsz egy órával korábban, és megcsinálod ezeket a gyakorlatokat. Bennem nagyon megmozdította, most így gyakorlatokat, így a feladatokat végzem, nagyon sokszor így megmozgatnak bennem olyan dolgokat, amiről már azt hittem, hogy már rég elfelejtettem. Szóval, és ez mind-mind a meditációba tereli az embert. Az összes feladat, tudod? Szóval ez, én ennek most nagyon örülök, és nagyon-nagyon szeretik az emberek. Szóval gondolj bele, hogy az első héten, tehát január, nem is tudom, elsőn jelent meg a könyv, igen, és meg több mint 1000-en vették meg az első héten. Ez olyan mennyiségű, Tamás, olyan mennyiségű embert érdekel a meditáció most, hogy én nagyon meg vagyok lepődve. Akkor onnan folytatjuk már is a beszélgetést, hogy milyen visszajelzések érkeznek hozzád, mert ez fantasztikus szerintem, hogy te adsz, és utána pedig ez az energia szépen visszajön hozzád. Na mindjárt folytatjuk. Lélekközösség Peller Mariannal. Itt a 95.8 Sláger FM-en. Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal. A vonal túlsó végén Mester Tamás. Imádom ezt a beszélgetést, mint a legutóbbit is, amikor az utazás a lelked körülben beszélgettünk, mert azt érzem, hogy egy nyelvet beszélünk, és valami hasonlót szeretnénk a világban elérni. A tapasztalatainkat megosztani, és hát, ha az másoknak is segítség, vagy rájuk jó hatással van, vagy megtalálják önmagukat. Úgyhogy Tamás, köszönöm, hogy itt vagy velem is beszélgetni. Én is szeretek veled beszélgetni. Szívből örülök. Na, mesélj most arról, ugye azt mondtam, hogy szeretném hallani, hogy azt mondod, 1000-en helyből pikpak megrendelték, megvették a könyvet, és gondolom, hogy ez több is lesz, biztos vagyok benne. Arról mesélj, hogy milyen visszajelzések érkeznek, mert biztos vagyok benne, hogyha átélnek valami csodát, valami olyat, hogy úristen, ezt nem gondoltam volna magamról, és köszönöm neked ezt az élményt, hogy ez visszaér hozzád, ez az energia. Miket tapasztalsz? Hát egyrészt elképesztő rajzok születnek, amik csodálatosak. Arra próbálom rávenni a hallgatókat, hogy ne, mármint a tanfolyam hallgatóit, hogy nem kell feltétlenül mindent megosztani a Facebook csoportban, mert lehet, hogy később megbánnák. Én is gondolkodtam ma, hogy kitegyem a saját naplóbejegyzésemet, mert elég intim dolgokat osztok meg benne, de ez egy zárt közösség, úgyhogy itt lehet. Ami nagyon érdekes az, hogy nagyon sok embernek van, ilyen, mondom, ez a szatori élmény, ez a megvilágosodás Igen. közeli élmény, amikor itt túllendülnek önmagukon, és mégis a fura módon közelebb kerülnek önmagukhoz. És nekem ez a, azt hiszem, hogy ez a célja ennek az egésznek, amiért azt én elkezdtem, hogy azt a meditatív állapotot, amit nekem néhányszor sikerült már átélnem, azt átadjam, és amikor ez sikerre járnak, akkor az nekem nagyon nagy boldogság. És tudod, ilyen, az, hogy tényleg meg tud változni az ember élete a meditációtól. Szóval ez a nagy dolog, és ezért merem azt ígérni ebben a varázsvizetben, hogy 12 hét alatt megváltoztatja az életedet, mert egy teljesen új világlátásod lesz, egy új perspektívád. Nem az én perspektívám, hanem neked lesz egy sajátod, egy saját élményed, amikor meditálsz. Tehát én nem akarok senkire semmilyen világlátást, világnézetet ráerőltetni. Persze. Tehát ha valaki tényleg meditál, akkor az az utolsó dolog, amit szeretne, vagy akar, vagy az az utolsó szándék, ami megfogalmazódik benne, hogy valakit mindenáron valami felé tolni, vagy befolyásolni, vagy én tudom a tutit, rám hallgass. Azt hiszem, hogy a transzcendentális meditáció megalkotója Maharishi mondta azt, hogy ha az emberek tudnák, hogy mennyire fontos és mennyire jó hatással van a meditáció rájuk, akkor előbb csinálnák meg a meditációt, mint hogy fogatmossanak vagy reggelizzenek. Tehát nem lenne kérdés számukra, hogy mivel kéne indítani azt a napot, vagy mi az, amire mindenképpen időt kellene, hogy szánjanak egy nap. Igen, én emlékszem, amikor voltam 6 éves, és Beatles rajongóvá váltam, mint meg annyi kortársam, és valahogy azt éreztem, hogy tényleg ez a Beatles jelenség, ez a legjobb dolog, ami a Földdel történt, és amikor később utána néztem, hogy miért is voltak ez a 4 srác, miért volt ilyen elképesztő tudatállapotban, és hogy születtek ezek a dalok,
És ugye kiderül, hogy ők a transzcendentális meditációval nagyon-nagyon sokat foglalkoztak, rengeteget jártak Indiában, és annak ellenére, hogy egy ilyen pop vagy beat zenekarról van szó, igen, nagyon tiszta tudatú és nagyon tudatos emberek voltak. És a transzcendentális meditációként szerintem egy nagyon klassz dolog, sőt, hát az nagyon fontos, hogy nagyon sokféle ajtón lehet benyitni ugyanebbe a tudatállapotba, tehát nem érdemes összehasonlítgatni ezeket az utakat, vagy hogy azon vitatkozni, hogy melyik térkép a jobb, amikor ugyanoda vezetnek. Szóval szerintem maga az élmény számít, az, amikor már beléptél ebbe a csend állapotba. De az nagyon jó, hogy van egy ilyen rendszerbe foglalt tanfolyam, ami ugye 12 hétig tart, és egyébként utána érdemes előről kezdeni, mit gondolsz? Ezen még tűnődöm, mert a tanfolyam végén van egy másik szerződés, amit az ember szintén önmagával köt. Uh-huh. Azt mondja, hogy én, itt van egy pontozott vonal, világosan megértettem, hogy fontos kapcsolatot hoztam létre önmagammal. A mai napon fogadalmat teszek, hogy többé nem hagyom magam eltéríteni valódi énemtől, nem felejtek el játszani, hogy soha nem felejtem el, hogy a valódi örömforrása legbelül van. Nem fogom túlságosan komolyan venni magamat, és mindent elkövetek, hogy életem során a boldogságomat kövessem. A lelkesedésem az iránytűm lesz a döntéseim során. Hallgatni fogom a szívem hangját. Úristen, de jó. Azt hiszem ennyi, és ez fontos. Nagyon. Tudod, hogy ezt az ember megígéri magának, és aztán mindegy, hogy a tanfolyamot folytatja, inkább az útat kell folytatni. Hát Tamás, én örömmel nézlek kívülről, nézem, amennyit engedsz látni az utadból, és nagyon szépen köszönöm, hogy átadsz a tapasztalataidból. Sokunk nevében mondom, hogy köszönöm szépen. Még csak annyit mondj meg, hogy mit gondolsz az, hogy így letisztultál, hogy rátaláltál erre az útra is, hogy ezzel is foglalkozol, hogy adsz az embereknek. Ez esetleg hozzájárulhatott ahhoz, hogy mondjuk a szerelem is beköszöntött újra az életedbe, aminek én szívből örülök? Az a fura, hogy most nemrég, amikor készültem arra, hogy majd beszélgetni fogunk, és eszembe jutott az, hogy mi már, amikor legutóbbi beszélgetésünkben mi beszéltünk a szerelemről, igen, igaz, hogy majd hogy várom, vagy nem tudom, hogy beleférhet egy társ. Igen. Aha, igen. És ugye most az történt, hogy így 52 évesen rátaláltam Bogira, vagy ő talált rám igazából. És az, hogy ez most manifestáció volt-e, vagy hogy pont azért jött el az életemben, mert elengedtem a társas kapcsolatokat, vagy a társra találást, ezt még nem tudom pontosan, de tény, hogy most tudod, annak idején arról beszéltünk, hogy lehet-e az ember szabadabb egy társas kapcsolatban, igen, mint egyedül. Igen. És most ezt érzem, hogy most együtt vagyunk, és szabadabb vagyok, és együtt erősebbek vagyunk, és ez így elég érdekes. Nekem meggyőződésem. Én meggyőződésem, hogy ez tudatáll. Tehát, hogy olyan, mint egyrészt ajándék a sorstól, el kellett érni egy bizonyos, nem tudom, tudatállapotot, és hogy akkor kapsz egy olyan méltó társat, akivel ezt a szabadságot meg tudjátok élni, bármilyen mókásan vagy ellentmondásosan hangozzék is egy klasszikus értelemben vett kapcsolathoz képest. Úgyhogy én szívből kívánok nektek nagyon-nagyon sok boldogságot, Bogit puszilom, szeretettel ölelem. Köszönöm, átadom neki. És örülök, hogy beszéltünk, Tamás. Szerintem folytatjuk, jó? Majd úgy is jelentkezel, hogyha van bármi rendben, újabb izgalom az életedben. Jó, Maria. Köszönöm, vigyázz magadra, puszillak. Sziasztok. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. Találkozunk egy hónap múlva újra egy újabb adással. Vigyázzatok magatokra. Viszont hallásra.